Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, és nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, akiknek a létszáma ma egy kicsit több, mint a szokásos. Öten vagytok összesen, mind az öten a Fővárosi Nagycirkusz mostani műsorából, csapatából. Bemutatom Vince Tündét, aki a rendezője a műsornak, de egyébként torna tanár, de nem akármilyen, azt most még nem mondjuk el majd, amikor bemutattam már mindenkit. Mellette sorrendben Szakál László karnagy úr van, a túlsó oldalon az a csodálatos hölgy, az sajnos már elkelt. Ő Szüzi, aki Mike-nak a Szüzi Gertner, aki Mike Gertnernek a felesége, és ez a kis tündér itt középen, ő pedig Priscilla Gertner, aki hát nem akárki, már most nem akárki, de majd erről is beszélünk. Most csak ennyit árulunk el a nézőknek, hogy te itt nagyon féltél az adás előtt, azt mondtad, hogy nagyon drukkolsz, nagyon félsz, ez valóban így van? Mert ez hihetetlen számomra. Igen, izgultam. De mitől? Mi az, ami itt? Hát először ezt csinálom most így, hogy... Egy csúnya bácsi ül itt, az is egy ilyen szörnyű lehet. Először, hogy itt most a tévében vagyunk. Két szép néni van, úgyhogy ez így ellenpontozza a csúnya bácsit. Tünde, te légtornászokat tanítasz, ugye? Igen. Már nem is mostanában kezdted a tanítást, nem. Mert már hány éve tanítod? Hát több mint 15 éve tanítom a légtornát, azon belül ugye a tisút, az Ariel Silket. De egyébként a légtornának mindenféle várfaját. Az igazság, hogy amit te csinálsz, az számomra ilyen intim tornának is megfelel, mert olyan gyakorlatokat csináltok. Így még nem hallottuk, de igen. Tehát egyrészt egy új műfaj, amit légy szíves magyarázz el a kedves nézőknek, mert te nem kötélen mész jobbra-balra, vagy legalábbis nem csak, hanem te ilyen szalagokon, ugye, jól mondom, igen. Hogy szalagok, egyre jobb vagyok a cirkuszügyekben. Egyszerűbben mondanak, akkor függönyökön, illetve függönyszerű anyagon, igen, lógunk, illetve tekerjük be magunkat, illetve tanítványaimat. Most tehát ló két ilyen függöny, ugye? Igen. És abba így betekeritek, igen, a kezeteket, lábatokat, és így olyanokat van is csináltok, hogy így ültök rajta, és nagyon fel vagytok tekerve, és utána egy di-di-di-di-di, és akkor lezuhantok, és akkor egy ilyen, igen, nagy terpesszel ott mindenki hát megijed. Mindjárt így az effekt ugye a végére, a hogy hatás. a hatásvadászok vagyunk, lehet így is mondani. Igen, tehát ez egy technika, amit ugye, ha elsajátít valaki, akkor nyilván nem fog a mélybe zuhanni, de itt nincs biztosító kötél, itt az ember az életét a saját kezében tartja. Az, hogyha valaki ennyire jó nő, ennyire jó alakú, formás, helyes, csinos, most nem dicsérlek tovább, mert aztán itt a túloldal is kell, hogy maradjon egy kis dicséret, de hogy akkor ez egy fontos kellék ennek, mert hát én tudom, hogy a férfiak többsége ezt a fajta látványosságot azért is szereti, mert egy nagyon csinos hölgy ottan olyan gyakorlatokat csinál, ami egészen fantasztikus, hogy ezt egy testtel meg lehet csinálni. Hát én azt gondolom, hogy ez bármilyen mozgásnál ugye célszerű azt kihasználni, hogyha az embernek van egy olyan oldala, amit oda tud tenni, ami vonzóvá teszi a közönségnek. Most ez nem feltétlen kell egy ilyen sejem a levegőben, de hát ez nyilván hozzásegít, mert hogyha fent repül valaki, és úgy van kihangsúlyozva, hogy kiemeli a mondjuk a nőiességét. Hát tudod, azt nyilván... így mutatta, hogy úgy van kihangsúlyozva. Hát, hogy nem láttad, de gondoltam. Ez egy borzasztóan, igen, nehéz dolog nekem ugyanis, tehát hogyha ugye ez a szakmai hivatás, tudod, hogy most ilyen szakmailag kérdezek, tehát hogyha így privát pasiként kérdeznék, teljesen más kérdéseket tennék fel, de most így maradok a közönség szereteténél, és akkor még erről a függönyről akkor annyit, hogy ez tulajdonképpen, ugye ez egy ilyen egy-két évtizedes dolog, ugye? Igen, hát ez... Ez honnan jött, arra vagyok kíváncsi. Hát először ugye a Soleil használta, de kínaiak kezdték el ugye használni, aztán oroszok, és úgy keveredett ugye ez így a nagy közönség elé, majd olyan 2000-es évek elejétől Magyarországon elkezdtem tanítani, illetve Magyarországon honosítani. Tisúnak neveztük el, ugye tiszűből, hogy mindenki magyarul megértse, hogy tisú, csak így kimondjuk. És akkor elkezdtem népszerűsíteni, hát most már nagyon-nagyon sok mindenki űzi ezt a sportot, mert hogy sportággal nyilvánítottuk. Anno az első világbajnokságot tavaly rendeztük meg a Fővárosi Nagycirkuszban, úgyhogy most már nagyon-nagyon sokan űzik ezt, és hát látványos rendezvényeknek cirkuszban, most a Fővárosi Nagycirkuszban műsorban például haján tartja a kubai lány a másikat, úgyhogy be van akasztva egy ilyen tisú a hajába, tehát azért ez rendkívül látványos történet tud lenni. Na most a cirkuszban a zenekarnak
milyen, egy mondatban milyen fontossága van, mielőtt rátérünk, hogy a Szakán Lászlóra, aki nem tudom, hogy említettem, mert nagy zavaromban, hogy két ilyen csodás hölgy társaságában vagyok, úgy, hogy mondjam, elakad a szavam, úgyhogy hogy nem biztos, hogy mondtam azt, hogy te karmester vagy és zeneszerző vagy. Még az előbb Tündét kérdeztem, csak magamat szakítom itt félbe folyton, hogy a zenekarnak, a zenének milyen jelentősége van a cirkuszban? Hát én ragaszkodtam az, hogy élő zene legyen. Tehát én mindig azt gondolom, hogy egy élő zene egy olyan atmoszférát ad egy ilyen műsornak, főleg karácsonykor, tele legyen hegedűvel, és különböző kéréseim voltak, amikor kitaláltam a darabot, hogy mi legyen. Én nagyon-nagyon nagy jelentőséget tulajdonítok annak, hogy Laci ezt ilyen maximumon véghez vitte, illetve viszi nap, mint nap. A műsor címe, igen, hogy Csodagömb, ugye? Igen. Csodagömb. Én nagyon megértettem, mondták, hogy te vagy a Csodagömb rendezője, vagy teljesen nem értettem. Nem kell teljesen. Nem, ez egészen másként. De akkor az ennyi. Legalább két gömbre gondoltam. Az eddigi bókok alapján minimum. Igen. Szóval az se tudom, hogy hol vagyok, nem az, hogy hol tartok, hanem az sem már, hogy hol vagyok. Tehát a zenével kapcsolatban, hát amikor azt mondjuk, hogy cirkusz, akkor hát azért nem elsősorban, tehát mondjuk a zenebohócra gondolunk, de az, hogy ennek a zenének milyen jelentősége van, ezt az ember úgy nem nagyon mérlegeli, hogy most a zene így, meg a zene úgy, és te meg egyrészt csináltál már olyan darabot, de ezt a Ludas Matyit, aminek a zenéjét te szerezted, tehát egy jeles, felkészült zenei szakember vagy. Másrészt pedig ugye én számomra egy kicsit elrejtve például a Csodagömb produkcióban ugye ezt az élő zenét csináljátok, ami bizony nagyon együtt él a műsorral. Tehát, hogy neked, mint aki jeles zeneművész vagy, neked az, hogy egy cirkuszban vagy te karmester, most egy cirkuszi produkcióban vagy, egy cirkuszi előadásnak vagy a karmestere, ez milyen elhivatottságot jelent, milyen presztist jelent? Milyen kihívást a lelkedben és milyen presztist? Igen, ilyen. Két részre bontanám, úgy érzékelem, hogy ez a kérdés, hogy abban, hogy a cirkuszban prezentáljuk az élőzenét, mi a különös, vagy mi a nehézség, mondjuk egy másfajta zenéléshez képest, illetve hogy hát a presztízs az adott, ez az a fővárosi nagycirkuszban zenélni, az azért egy szép dolog, tehát az arra az ember igenis legyen büszke, és lehet is. Tehát a presztízs része az önmagát hozza. Az érdekességét emelném ki, ami nekem nagyon, nagyon tetszik, vagy a korábbi munkáimhoz képest másfajta volt, az, hogy itt a zene nem fix, nem adott, hanem együtt lélegzik a produkcióval. Hogyha van egy adott trükk, aminek a hossza, amit most mondom egy szám, mondjuk 6,5 perces szám. Igen ám, de hát nem mindig minden trükk sikerül pont ugyanannyi idő alatt. Lehet, hogy kicsit később kapja el azt a diabólót, vagy még egy picit koncentrál az ugrás előtt, és később ugorja meg, mert úgy jön meg az egyensúly az artistának. Tehát ezeknek a zenéknek alkalmazkodnia kell, követnie kell az előadást. Tehát szerves része. Amikor megugorja a slusztrükköt valaki, és így csinál, akkor kell beütni a végét a zenének. Tehát ez nem olyan egyszerű, hogy van egy kotta, meg van írva a partitúra, és akkor az bárki odaül és lejátsza, azt úgy nem lehet megcsinálni, mert nem biztos, hogy ugyanoda fog kijönni. Most titeket nem nagyon lehet látni, téged speciál nem is nagyon, tehát próbáltam, mert ugye tudtam, hogy jössz majd a műsorra, és próbáltam úgy, hogy érdekesek neked, vagy valami, de hát nem most ez egy láttalak. új kísérlet, van egy nagyon szép új LED falunk. Ez egy elég 3 méter magas, igyekszünk mindig a új technikai elemeket is behozni a produkcióba, és ezen természetesen a háttérben nagyon jó, hogy ilyen lassítások, videótartalmak, tehát ez ilyen vizuális pluszt tud hozni a produkcióhoz, de ez a LED fal most oda került, ahol eddig a zenekar volt, és ezért most kicsit följebb kerültünk. Hát érdekes ott fönt lenni, mit nem mondjak, már lassan olyan magasan vagyok, mint az artista, aki fölmászik a tissún a tetejére, de most még kísérletezünk, hogy lehet a legjobb látószöget elérni, mert most még nem vagyunk a maximális siker szintjén, de már közeledünk hozzá. Tehát, úgyhogy még nem látsz elég jól, de majd igyekszem. Már most több mint a felét látom, még egy picit alakítunk, hát egy tökéletes. A LED fal mögé. Nem, van egy kis kamerám nekem, egy kis monit kamerám, egy kis monitorom, amin egyébként mindent látok, úgyhogy hogy ez még egy újítás, tehát ez a LED fal nemrég lett installálva, de nagyon örülünk neki, mert nagyon szép, szerintem nagyon jó dolgokat tud a háttérbe kihozni.
Úgyhogy most, ha mondom, jól felvitte az Isten a dolgunkat, egész a lettfal tetejére, úgy mondanám. De itt most nincs olyan, mint az operában, hogy bejön a karmester, meghajol, és utána elkezdi a nyitányt vezényelni. Tehát itt elkezditek a zenét. Itt elkezdjük. A végén van inkább, amikor a taps rendben azért megemlítik, megköszönik a zenekar. Külön fejéreztem, hogy nagyon nagy tapsot kaptatok. Szóval igen, egyébként bevallom, általában azért a zenekar a végén, hogyha jól végzi a dolgát, akkor nagyon nagy tapsot kap, mert az emberek szeretik az élőzenét, és sajnos azt látom, hogy a mai tendencia az, hogy egyre kevesebbet találkoznak élőzenével. Ha csak nem kimondottan pont egy popkoncertre megy el valaki, vagy egy akármilyen koncertre kimondottan. Na most a Csodagömbben, hát a zenekaron kívül más igazi világszámok is vannak. Bizony. És az egyik ilyen világszám, az a Gertner család produkciója. A negyedik szereplőt, a szám negyedik szereplőjét, akit azt mondta Szűzi, hogy családtagnak tekintitek, az elefántot azt nem hoztátok el. De... Sajnálom. Hát mi nem annyira sajnáljuk, de egyébként... Egy gyerek már itt van, a másik gyerek, ez marad haza. Ez egy pici nagyobb. Igen. Hagytok Priscilla. De hát a Priscilláról azért mondjuk el, hogy ő már egy komoly artista. Tehát ő... Hát igen, és egy jó is artista. A Priscilla nagyon szeretek és dolgozok a Parondon, a cirkusz. Ugyanúgy a Priscilla most dolgozok, az elefánt, ugyan én is dolgoztam, mikor voltam kicsik. Uh-huh. És... Téged is vitt az elefánt így az ormányában? Igen, igen. És az milyen érzés? Azt szeretted, nem féltél? Hát, mikor voltam még nagyon kicsik, szerintem, de ez már normál. Mikor te mellett az elefánt, hogy mondod, grow up. Egyet, elefánt mellett. Akkor már ez normál. Ezt remélem, hogy mondtam, de még egyszer megismertem, ugye, hogy az Mike az osztrák, tehát német anyanyelvű, és Szűzi pedig félig magyar, félig német, de hát Németországban nevelkedtél, tehát jobban tudsz németül, mint magyarul, igen. Ugye? És azt áruld el, hogy te vajon milyen családból jössz, tehát hogy a te család itt is egy ilyen artista család volt? Az én családom itt volt magyarban, itt dolgozott, és utána ment németbe, és így tovább. Mi a magyar család neved? Varga. Uh-huh. És mit csináltatok itt? Milyen számok? Hát nekünk volt a cirkusz itt, és mi, hát... A neki saját cirkusz volt. Hát, saját cirkusz. A nekem család is. Saját cirkusz. És az enyém család és a neki család már sok és éve ismeret, nem? Aha. De Mike, figyeled a karnagy urat, hogy én mondok valamit magyarul, és ő is magyarul mondja, de úgy tolmácsolt, hogy milyen szám. Lassan mondjuk, hogy megérni. Közelebb. Ja, értem. Rásegítő. Értem. Annyit mondja el nekem Mike és Szűzi, hogy Budapest, meg ez a fővárosi nagycirkusz, erről mióta tudtok? Tehát mit jelent nektek? Hát az a Budapest, az egy nagyon szép város. Nagyon szép, tetszik nekem. A fővárosi nagycirkusz, hogy kell mondani most, én nagyon proud. Büszke vagyok, igen. I'm very proud, hogy bírom itt dolgozni. Igen. Más is érzik, másik feeling van, mikor dolgozok bent a műsor. Ilyen az a főváros cirkusz, hogy egy másik. Mi dolgoztunk már sok cirkusz is, szép is cirkusz az, de itt az a főváros cirkusz nekem egy speciálunk feel is, live music, nem? Muszáj mondani, nagyon köszönöm, nagyon jó zenét csináltam, az elefánt szám. Ez az előadás, ugye mondtuk, hogy világszámokat tartalmaz, itt tényleg voltak elkápráztató számok. Mi igyekeztünk úgy összeválogatni ezt a műsort, hogy az emberek tényleg csodát lássanak, szakmailag, látványilag a világ minden tájáról. Még Kubából is láthat a közönség. De ez nekem nagyon tetszett, hogy Kubából kínai rúdol. Néha próbálnak össze is keverni, amikor felszöltem lesz, hogy most a kínai, ja nem, a kubai zenéjét kérem. Igen, hát van Diabolo szám, ami egyedülálló, hiszen tényleg a két srác zseniális. De ezt a Diabolót, ezt nem nagyon tudtam, hogy micsoda. Igen. Tehát olvastam, hogy Diabolo szám lesz, és vártam, hogy az ördög megjelenik, hogy nem tudom, micsoda. Nem, ez egy kis vékony madzag, amin ugye van ilyen kis görgő, és azt próbálják eldobni, ez olyasmi, elkapni. Mint a ilyen spulnival játszottak a gyerekek, egy kicsit igen. Olyan, mint az ilyen spulni a gyerekeknél. Csak hát ez sokkal nagyobb, és mondjuk hát ilyen 20 métereket feldobják. Nem tudom, hány méterről ugyanazt elkapni. Ugye itt még fokozzák azt, hogy ez testvérpár, akinek a nyakába ugye szaltózik az öccse, azt hiszem ő a fiatalabb, igen.
és az egyik feldobja a diabolot, a másik elkapja, tehát zseniálisak, tényleg zseniálisak. Közönségnek mindjárt egy olyan nyitószámot adunk, hogy azt hiszem, hogy mindenki tátott szájjal nézte. Akkor van egy magyar fiatalember, a Halasi Márk, aki a Cirque du Soleil-ben játszott, hát ő is fantasztikus, szóval így, tehát hogy mondjam, ebbe a dobozba össze tudja magát csomagolni, és hát fantasztikus dolgokat művel. Igen, hát Márk volt ugye a Cirque du Soleil Varekáinak az angyal a 8 éven keresztül, miután végzett ugye az artista képzőben itt Budapesten, és hát úgy gondoltam, hogy egy ilyen karácsonyi műsorban legyen egy igazi angyalunk, aki ugye már a világot körbe repülte. És hazahívtad őt? Jött haza a szerencsémre, úgyhogy itthon van most már, mert ugye a Soleil-jal befejezte a munkáját, és ugye a felkérésemre mondta, hogy akkor most lesz a Fővárosi Nagy Cirkusz angyala, úgyhogy most ő ugye a Cirque du Soleil-től. És ez úgy van egyébként, hogy leültök és kitaláljátok, hogy milyen számokat hívtok meg, hogy igen, hogy legyen, tehát fel kell építeni? Két hónappal ezelőtt egy meeting, ahol válogattunk számokat, tehát válogattam azt, hogy mi legyen a karácsonyi műsorban, ugye mindenhova, ez ugyanígy történik a cirkuszfesztivállal, vagy pedig a következő programokkal. És én mondtam, hogy nagyon szeretném, hogyha ez a műsor így állna össze, hogy lennének mindenféle... Hát igazából világszámok, és igazából nemzetközi. Igen, egy igazi klasszikus cirkuszi műsor. Tehát, hogy van lovasszám is, fantasztikus lovasszám. Igen, egy Dzsigit-szám, zseniálisak, szóval zseniálisak. Fehér Oroszországból, akkor ugye a másik főszereplő, a kisfiú, ugye ők egy gurtni számot csinálnak a szüleivel. Mindenki, tényleg a hozzáállás, az alázat. Ez a gurtni, ez az, amin te is, tehát hát ez a majdnem ugyanaz, a függöny, a tissú az más. A gurtni, amikor két ilyen kis vékonyabb madzagon tekergetik fel magukat és le. Akkor van orosz és út. És az, hogy ott a kisfiú is, hát nem tudom, hány éves az a kisfiú? 9 éves, 9 a darab, és mindent. És ott 20 méter magasan. Igen, és félelem nélkül mosolyogva. Igen. És ti nem féltek egyébként, Mike, amikor, tehát ugye, a Priscilla az áll az elefánton, meg ilyeneket csinál, és én úgy, hogy mondjam, attól félek, hogy Jézus Mária, nehogy megcsúszom, vagy valami, meg ilyen bátran ott mászik fel, átmászik, stb. Szóval nem? Hát nem félig, mi tudom, hogy ez az elefánt, az egy nagyon biztos elefánt. Uh-huh. Az, hogy mondod... Igen. Nagyon. Mi nagyon, ilyen sehr große Vertrauen, hogy mondod ezt? Nagyon megbízom. Az elefántom, és mi tudom, hogy az elefánt semmi nem rossz gondolok, az csak jó gondolok. Hogy hívják az elefántot? Ráni. Mert mondta, hogy családtag, amikor a hangpróba volt, akkor a Szűzi mondta, hogy a családtag a Dányi, és hogy nagyon szereti. Igen, úgy, igen. Ráni most már van 47 éve, és csak és már 40 éve bent a családban, nem? Igen. Hogy nálam a család... Már 40 éve van az elefánt. Tehát te, amikor megszülettél, akkor már ott volt nem, évek óta igen. Az elefánt. Az elefánt igen. Több van az a család bent, hogy én is, hogy én is, nem? Az is, hogy az, mint a Priscilla most csinálják bent a műször, ugyanezt én is csináltam, én tudom, mi is ott van mellett, hogy valami, hogy csúszik, vagy valami, hogy oda lenjen, nem? De még nem volt se egyszer valami, nem? Na most először, már bocsánat, mondhatom rád azt, hogy civil vagy a cirkuszban, mert ugye hát a zenei részt vezeted. Mint néző, te mit szólsz ahhoz, hogy ott 20 méter magasan repkednek a felnőttek, de a gyerekek is olykor, és nincs alul. Hát régen, amikor én voltam ilyen előadáson, akkor az ilyen számoknál ott húztak ilyen nagy, fél óra szünet volt, és akkor ilyen nagy hálót húztak oda, meg minden, és mindig mondtam, hogy hát én is egyszer megpróbálom, mert legfeljebb leesek a hálóba, most meg már nincs meg ez a lehetőség. Hát ezt meg kellett szokni. Először az első, hát én két éve vagyok ott, és hát az első pár hónap az azért izzasztó volt, mert én azért mindig izgultam, hogy Jézus, mit csinálnak, Úristen, most mi lesz? Nem tudtam, volt, hogy majdnem elrontottam a beszámolást, hogy fiúk, és ez zeneváltás volt, de annyira magával ragadott, mert annyira izgalmas produkció. Hál' Istennek nem unatkozunk, ugye? Tehát én végignézhetem az előadásokat, és azt tudom mondani, hogy most már megszoktam, de sose lesz unalmas. Tehát ez egy olyan helyzet, hogy azért az emberek folyamatosan az életüket kockáztatják, akármennyire már én ugye látok egy műsort mondjuk 100-szor, 200-szor, nem is tudom hányszor, de mindig izgalmas marad. Tehát,
Hát meg nekem eszembe jutott, ezt. Ugye mondtad ezt a pörgős számot, hogy a foga közt tartja a másik lányt, aki a hajánál fogva van feltéve erre a csigára vagy mire, és akkor pörög az ő szájában, és ugye véletlenül nem alussza ki magát, és ha ásít egyet, akkor szegény kirepül, mint a rakéta pörögve. Igen, hát itt minden benne van a pakliban. Igen, de hát a koncentráció az olyan, hogy... Igen, magas színvonalon. Igen. Azért van hasonlóság a zenével, tehát ott is ha az ember együtt akar játszani egy pörgősebb, gyorsabb számot, akkor azért annak a mozdulatnak, hogy tére-tere-tere, abban a pillanatban kell az én ujjamnak is odaérni, és a dobosnak is oda, és a basszusgitárosnak. Szóval magának a koncentrációnak a... Tehát én ezt tudom nagyon értékelni, hogy az az összhang, meg az a pontosság, amit pláne egy csoportos artista szám, ha olyan van, hogy mondjuk levegőszám ugrik, és el kell kapnia, ott nekik tényleg együtt kell lélegezni. És ez olyan, mint egy zene is akkor lesz csak jó, ha az egész zenekar együtt lélegzik. És ha az ember elképzel egy szimfonikus zenekart, hát rengeteg próba és gyakorlás az, hogy... És ott van egy karmester. Nekik meg nincs is karmester, hanem ők úgy begyakorolják az artisták, hogy karmester nélkül belülről együtt lélegezve egy húron pendülnek, és visszakapcsolódok a zenéhez. Tehát, hogy tényleg ez fantasztikus, és ez mindig lenyűgöz engem, ez a koncentrációnak, ez a mesteri foka, vagy művészi foka. Tehát ezt a párhuzamot ezt meg tudom találni a zenével, mert ott is csak akkor lesz igazán magával ragadó, vagy igazán olyan élményt nyújtó a zene, hogy az ember úgy megy az, hogy repülök a föld fölött egy fél méterre, hogyha ez az összhang, ez megvan. Ha nincs meg, akkor jó, menjünk tovább. De ennyi. Most jön egy ilyen egyszerűbb kérdés, ami nem ennyire magas művészeti kérdés. Mike, vagy Szűzi, te mondd meg, hogy ugye az elefánt, amikor ott közlekedik, meg előadja ezt a fantasztikus számot, ugye folyamatosan kap valamit. És én, mint egyszerű falusi gyerek, arra voltam nagyon kíváncsi, hogy mit kap ilyenkor az elefánt, mit teszik. Hát azt, mit szeretek, az a legjobb neki, nem? Almát, igen? Igen. Akkor azt én is lehetnék vele. Akkor egy koszton lehetnék az elefánttal tulajdonképpen, mert az végül is abból meg... Ő akar kerülni a showba, ő akarja átlépni. Nem, hát csak azért, hogy tudjad, azért bocsánatot kérek, én már ültem elefánton. Sri Lankán rendesen elég hosszú utat tettem meg, és ilyen rövid nadrágban voltam, és akkor viszont egy titok az elefántról, hát erre kíváncsi voltam, mert ott ugye elefántogol, vagy lovagol a Szűzi, szóval ilyen hatalmas nagy, én állítólag azon az elet, hogy mindenkinek ezt mondják, ami a Harrison Ford, amin elefántogolt, hogy azon mentem, azon az elefánton, és nem irigyelem a Harrison Fordot, mert bár igaz, én rövid nadrágból voltam, de hogy ekkora szőre van, és olyan volt, mint a szögeken ülnék. Igen. Na most neked is olyan? Igen. És azt nem borotvájátok le? Nem. Tehát az úgy szúr? Az szúr, igen. Az olyan neki. Hát egy büntetés. Hát ez egy büntetés. És akkor először, bocsánat, ott szúrja a combodat meg a fenekedet, és utána lemész, és lefekszel az elefánt elé. Na, erről akartam a Michael kérdezni. Ugye, hogy a Szűzit átlépi oda is, meg vissza is az elefánt, ugye? Igen. És ugye olyan lassan, és azért úgy az ember úgy izgul, mert hát úgy fölötte van a lába meg minden, és nem szokott olyan lenni, hogy amikor mondjuk nem főzi meg az ebédet, és akkor úgy azt mondod az elefántnak, hogy stopp, és akkor így megáll fölött a lába, és megkérdezett tőle, hogy Szuzi, holnap ugye rendesen időben megcsinálod az ebédet, nem szokott ilyen lenni? Hát én muszáj mondani, hogy már volt, hogy nem sikert ez a trükk, nem? A Szuzi már a harmadik teleség. Nem. Az úgy az első feleség. De egyébként ez, amit mondasz, ez egy nagyon jó. Ha megújja egy ilyen elefánti domára feleséget, akkor megözéli az elefánttal. És... Nem, nem úgy csináljuk. Na most azt mondd meg nekem, hogy miért volt az, hogy itt mielőtt a felvétel volt, tehát tényleg látszott, hogy így izgult a Szűzi, és ugyanakkor meg oda megy, és vidáman az elefánt elé fekszik, hogy lépkedje őt át. Hát ez a trükk, nem? Az már, hogy mondod, az már egyedül ment az a trükk. Aha. Csak mi musztán oda lenni, ez egy pici a zene, aha, a fény,
a nekem kommando, hogy mutasd a publikum, hogy az nem ilyen egyszerű, az veszes. Persze az veszes, nem? De mi tudom biztos, hogy nem lenne semmi. Én ezt egyébként úgy éreztem, hogy te tulajdonképpen... Csak ez pici show, mint minden csinálják. Az enyém munka bent van, nem hogy mondok az elefánt, mit kell csinálni, mert az elefánt már tudja, mit kell csinálni. Én ezt egyébként... Az enyém munka, mi van bent a poron, amikor a műsor, hogy csinálják egy show. Igen, igen, igen. Én éreztem, hogy te tulajdonképpen nem vagy szükséges. You are not necessary there. Csak te nem elefánt idomár vagy, hanem elefánt etető. Tehát, hogy adsz egy almát, és akkor nincs más kontaktus. A többi világszámról azért beszéljünk, ugye a lovasoknál tartottunk. Igen, rajtuk kívül még vannak orosz rúddal artisták, akik ugye ilyen különböző rudakról ugrálnak át. De ez fantasztikus, igen, mert ezt én még nem is láttam, hogy ilyen hosszú ilyen léceken, vagy hogy mondják, deszkák, vagy nem tudom micsoda, igen, és egészen fantasztikus. Igen. És mindjárt ugye egy dupla szaltóval kezdenek, különböző csavarok, hát tripla szaltók, zseniálisak ők is. Van egy szuper zsonglőrünk, aki különleges ugye azzal, hogy a felesége, mint egy baba egy ilyen kis üvegben elkezd, azt én nem értettem, ne haragudjatok, én azt nem értettem, hogy így körbe mennek ezek ez a nehéz... narancssárga vagy piros igen, ablak, de nagyon azt mi azt dolog, ő dobálta? Ezt ő gurigatja, és megvan, hogy mennyi időt ér körbe. Igen, tehát az nem egy... Nem. Én azt hittem, először nem. Azt hittem, hogy mondom, ez azt, lehetetlen, azt, mondom, ez madzagom van. Nem, azt Natalie nem vagyok elég fejlett cirkuszilag. Tehát addig gurítja, pont oda kell kérni, ez egy nagyon nehéz produkció. Hát utána, amikor lentod a férje ütögeti, az fantasztikus, szóval ez nagyon-nagyon. Egyébként az öltözetek is nagyon jó pofák, tehát hogy nem ilyen mezben, meg nem tudom miben, igen, hanem ilyen esőkabát, meg ilyenekben nyomják, szóval nem, ez nagyon igyekeztünk jó. Azért, tehát hiába egy klasszikus műsor, de azért modern. Tehát hogy... ezt te találod ki, hogy akkor a ruha, tehát ez a teszen, tehát ők másban... Speciál az orosz, nem, hát van akinek a saját koreográfia, a saját ruha, de ugye nyilván, amikor válogatok össze a műsorszámokat, akkor úgy próbáltuk a videók alapján, hogy passzoljanak egymáshoz. Ha volt valami, ami kérés, hogy akkor ne olyan stílusba dolgozzanak, akkor teljesítették a kérésemet, tehát mindenki úgy próbált alkalmazkodni hozzá. Ugye ez egy és komoly csapatmunka volt. És milyen vagy egyébként, amikor rendezel, szóval, mert ott hát azért elég nagy tér van, megkérdezni. Szóval csodálatos. Nem. Tehát kiabálsz, pottogsz, vagy nem, vagy... Amikor kell, csak akkor... amikor elgurult a cérnám. Azért nem kellett kiabálnom igazából, mert egyszerűen olyan csapattal dolgozhattam, tényleg, hogy le a kalappal előttük. Ugye nyilván voltak nehézségek mindenhol, le a kalappal Fekete Péter úr előtt is, mert az utolsó pillanatban... Igen, nem említettük még, igen. Mit csinált az utolsó pillanatban? Hát a kínai lányoknak... ugye a rúdi... lányok kínai bocsánat, a kínai, igen, meg. Mindig ezt keverjük. De ugye volt ez a kínai rúd produkció. Ugye igen. A kubai lányok megérkeztek, a rúd még nem. És amikor először kipróbálták, volt vele egy kis gékszert, nem tudott működni úgy, ahogy kellett volna. És ő egész éjjel dolgozott, hogy ez meglegyen, és a premier tehát előtti nap... Tehát mi adtunk egy rudat nekik? Tehát nem a igen, saját igen, rúdjukon? Igen, igen. És az, hogy ez elkészült, ez annak köszönhető, hogy Fekete Péter egész éjjel utazott, reggel 6-ig dolgozott rajta, tehát tényleg mindenki szívvel, lélekkel azért volt, hogy ez a produkció olyan szinten létrejöjjön, és tényleg így sikerüljön, hogy tényleg... Egyként dobogtunk a végén, hát én azt gondolom is. És most mondok egy olyat, amit felhasználhattok, ugye, hogy ő eredetileg bűvész, és akkor most varázsló lett itt a fővárosi nagy cirkuszban. Egyébként igen, igen. És tényleg. Tehát egy lehetetlen helyzetet úgy oldott meg, hogy tényleg le a kalappal. Itt van velünk egy kis tündér középen, Priscilla személyében, aki hát egy komoly artista vagy már. Azt mondd meg nekem, hogy mint néző, szereted-e a cirkuszt? Hát kellene egy cirkuszt, Priscilla? Ja? Gefällted ez? Auch zuschauen? Szóval szereti, tehát nézőként is egy hálás néző. És akkor még egy kérdésem van, hogy te ebben a varázsgömb előadásban nem csak az elefánt számot adtad elő, hanem ugye színművésznőként is, színe Schauspielerin, úgy is dolgoztál, és hogy tetszett neked ez, hogy úgy különböző helyzeteket meg kellett oldani? Én nem is tudtam, hogy te nem tudsz magyarul, olyan jól csináltad, beszélgettél a bácsival. Hát a Priscilla elég jó, és érted magyar, csak nehéz, hogy beszélsz. Der Mann fragt dich, ob gefällt dir auch mein Gleitschoss reinken in die Manege, mit den Ansager und mit den Kleinen. Man zeigt die Geschenke dort so, oben. Liebst du arbeiten wie eine Schauspielerin? Gefällt dir das auch?
Ja? Oké. Okay. Hát remélem, hogy majd a nagy szerepekben több szöveget kapsz, mint amit most mondtál, de hát ez majd a jövő zenéje. Térjünk vissza, még felsoroltunk mindenkit, akit a kubai megvolt, a kubai, aki kínai, vagy aki igen, kubai. Igen, hiszem, mi is mi de kígyók, az biztos. Egyébként ilyen, minek kubai lánya. Az kígyónak hát ilyen? Igen. Ilyen kaméleon. Vagy kaméleon. Látod, ez? Nem sikerült megfejtenem, de jó, jó a jelmet. Ezt mondom, szóval nem, igen. perfekt, érted? Szóval ő ilyen... Igen, azon kívül van Argentinából egy buborék fújó. Na hát, művészünk. Az is fontos. Én még ilyet nem is hallottam, és amikor mondták, hogy buborék fújás, akkor azt mondom, hogy jó, hát buborék fújás, hát az minden sarkon van ilyen. Varázsol ilyen nagy gömböket, amiket telefúj füsttel, karácsony lévén, ugye a kis gömbök. De nem, hogy telefúj, hanem a nagy gömböket, kis gömbökkel. Így van, így van. Tehát tényleg egy kis szobrokat csodát. Csinál a gömbökből, szóval egészen elképesztő. Igen. Ő, és van egy remek... bűvészünk még, aki szórakoztató, egy lengyel, és egy lengyel fiatalember. Ugye mindenki kérdeztetem, hogy a klasszikus bohóc, hogy a, és én úgy gondoltam, hogy a gyerekek általában egyébként félnek a bohóctól, legyen az, hogy egy vicces, komis jelenetünk van, amint szerintem, ha láttad a műsort, akkor láttad, abszolút, hogy igen. Az 5 éves gyerektől a 99 évesig mindenki nevetett, tehát hogy nem nagyon, kell piros sorrahoz, hogy megnevettessük a közönséget. Nekem nagyon visszajött Rodolfo, tehát hogy egy csomó olyan számot csinál, amit Rodolfo igen. is csinált, hogy egy ellopja a igen, hát ő a példaképe valahol, ugye a kis apró manipulációkkal. Kiskoromban, amikor láttam a Rodolfot, akkor tudjátok, van ez a szám, hogy az orrából kijön a pénz, akkor ott a sulival láttuk, és akkor próbálkoztunk, de nem jött. Nem jött a pénz, úgyhogy tehetségtelenek voltunk ebben. Karnagyúdága még azt mond meg, hogy ugye hát te egy zeneművet is alkottál, amiben a légi számokat azt a Tünde rendezte. Rudas Matyi az egy nagyon érdekes szívemcsücske történet, mert ez az első olyan igazán erős fúzió a zene és egy kicsit a színház és a cirkusz között, ami számomra egy nagyon izgalmas terület. Tehát ott ennek van műfaji meghatározás, hogy mondjuk cirkusz musical, vagy mi a, valami? Mi a történetmesélő cirkuszt találtuk ki. Azt hiszem, hogy ezt is a Fekete Péter találta ki, hogy ez a leginkább közel álló meghatározás. Igen. Tehát mi ezt történetmesélő cirkusznak nevezzük, és szerintem ez egy csodálatos irány, és ha megfigyelem most, megint bemutattuk nemrég, a nagy sikere való tekintettel, és a gyerekek, ahogy reagálnak, tehát ott tényleg tombol. Hát nagyon látványos, és tényleg egy ilyen interaktivitás. Benne vannak a sztoriba. Tehát ha az ember elviszi a gyereket egy moziba, oké, elviszi 3D-s rajzfilmre, jégkorszak, vagy amikre mostanában meleg fölveszi a 3D-s, akkor is az is már egyel izgalmasabb, meg leköti. De itt tényleg ott mennek a szereplők, és viszont olyan dolgok is megtörténnek, amik egy színházban, vagy egy színdarabban pedig nem, mert ugye a cirkuszban adottak olyan helyzetek, hogy egyszer csak fentről lecsúszik valaki egy drótkötélpályán, a Ludas Matyi megjelenik, akkor a libák megelevenednek, lányok lesznek, és felhúzzák őket. Szóval a gyermekeknek jobban, tehát azt tudom mondani, hogy ez egy mese, ez egy nagyobb élményt ad, mint egy mozi, vagy egy színház, ebben minden igen, van. Hogy a libák, akik kijönnek úgy kicsit botladozva, azok egyszer csak ilyen szuper artista számot adnak elő. Nagyon jók a libák különben, ilyen nagyon csinos lányok, csak azért mondom, hogy az apukák is elmehetnek a gyerekekkel igen. megnézni, mert tehát igen. semmi átsó gondolatom nincs, viszont zavaromban, mert most már annyit kaptam tőled, elfelejtettelek, hogy mondjam, egy kicsit bővebben felvezetni, mint ahogy a Tündét is, tehát ugye, hogy te ilyen hajókon muzsikáltál, ugye tengerjáró, óceánjáró hajókon, sőt, te egy egész ilyen hajó flottának voltál a zenei vezetőjével. Ugye? Így van. Hát volt egy ilyen korszak. Volt. Én 7 éven keresztül? 7 évig voltam. Keresztül? Én Hamburgban éltem, és az Aida Cruises-nál voltam zenei igazgató, egész pontosan. Egy ilyen óceánjáró hajón kezdtem zenei vezetőként, és aztán pár szerződés után előléptettek flotta szintű
Music supervisor. Rosszul kerestél egyébként? Nem akarok a zsebedben turkálni, de válaszolj. Hát szerintem nálad azért egy kicsit jobb. Az figyelj, azt nagyon könnyű nem, most nálam. Figyelj, ott keresni. Nagyon megbecsülik ezt, tehát nem tudom összehasonlítani. Tehát... Annyit mondj meg nekem, ugye, hogy itt bejártad tényleg a világot, tehát hogy mondjuk a Karib-szigetektől az Északi-tengerig, tehát egy csomó helyen jártál, ugye? Tehát itt körbe utaztad a világot hajókkal. Ugye ez a feladattal jár. Mert az a kérdésem tulajdonképpen, hogy valami rosszat is próbáljak meg hallani tőled, hogy nem utálod-e meg a hajózást egy idő után. Mindenki megutálja a hajózást egy idő után. Tehát itt akárhová megy az ember, akármilyen gyönyörű helyre, az embernek a kabinja az egy kétszer-kettes, maximum kétszer-kettes, sőt még annyi sincs szerintem, egy 60x2-es, egy pici szoba. És én még szerencsés voltam, mert én tiszt voltam, tehát nekem külön kabinom volt. Ezen a ugyanekkora helyen vannak emeletes ággyal elhelyezve a nem tisztek. A nem tisztek, igen. Szóval, és én nekem még ablakom is volt egy pici, ami egy külön kiváltság. Tehát, hogy mondjam, sok jelentkező volt, aki csak ezért szeretett volna ott. Na jó, nem csak ezért. Mindegy. A lényeg az, hogy ilyen érdekes hogy dolgokat bezártság... mondod, hogy most ezt úgy dekódolni kell. Tehát most úgy érted, hogy sok csaj szeretett volna ott aludni, mert van, hogy kényelmesebb van. Tehát nem a szolgáltatás, mindegy, csak aludjon. Érted? Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy persze az ember megújt. Tehát az ember szerintem 7 évente érdemes váltani akármit. Jó, most a feleséget nem feltétlenül, bocsánat, úgy mondom, csak hogy a munkába, ha megteheti az ember. Tehát minden jóból is megárt a sok egy idő után. Én egy őszinte vallomással tartozom, hogy örülök, hogy feloldódott a szorongásod. Vagy ezt csak én képzeltem, hogy én te szorongva beszélgetsz, úgyhogy nem a Tünde mondta, Tündének van igaza, mondta, hogy ne féljek semmitől, te biztos, hogy nem fog szorongani. Tünde viszont egy valamit még tőled nem kérdeztem, hogy merre jártál egyrészt. És most ha már erről a szállás ellátásról szó volt, a levegő királynőjeként ti milyen helyeken aludtatok? Hát lakókocsiban, vagy pedig szállodában. Ez a kettő variáció, hát világon mindenfele. Nekem az első szezonom 1988. decemberében kiutaztunk Mexikóba, és egy komplett magyar társulattal 2 évet töltöttünk Mexikóba, és ott végigutaztuk Texasztól, Belize-ig az egész keresztbe. És azt nem mondtad, mint a hajózást nem. Meg lehet tudni, szóval ezt nem lehet. Nem, azt nem mondom, hogy nem voltak veszélyek, mert voltak, tehát azért... Milyen veszélyek voltak? Mindenféle. Tehát, hogy úgy kezdte a nagykövet, hogy senki ne legyen fülbevaló semmi, tehát, hogy mert ott egyszerűen nem lehet kiszámolni. Mm. Tehát A-ból B-be megyünk, nem tudjuk ki a rendőr, értem. Ki nem. Mm-hmm. Tehát, hogy azért nagyon komoly. Hát a pampák közepén utaztunk kilométereket egy lakókocsival. Uh-huh. És olyan volt, hogy valami helyi nagyságot szerette volna, hogyha te egy házi bújra elmész, és nem, akkor ott abban nem szóval ott nem volt ilyen. Nem. Uh-huh. Nem, hát a cirkuszba jöttek. Tehát, hogy volt, hogy beállt, mert egy napoztunk több mint fél éven keresztül, az azt jelenti, hogy megérkezik a cirkusz, kipakolunk, dolgozunk, éjjel ott alszunk, reggel hajnalban indulunk tovább, és azért ez egy húzos hát történet, egy nagyon, főleg nagyon. Légkondi nélkül, víz nélkül, tehát ezek kemények. Aztán hát akkor ehhez képest a hajó az... Szerintem holiday. A hajó az mindig biztonságos, igen. Minden ott van, csak a monotonság, tehát amíg a hajón szolgáltam, akkor 4-5 hónap egy szerződés. Na most az a 1500 utas van egy ilyen hajón, meg 600 fő legénység, először hatalmasnak tűnik. Uh-huh. Eltelik egy hét, fú, hatalmas, még eltévedek, második hét, még mindig eltévedek, harmadik hét, hát igen, már megint ez, negyedik hét, de kicsi ez a meg hajó. Meg akkor már mindenkit ismersz. Ötödik hét, Jézusom, milyen kicsi ez a hajó. Tehát akkor már valahogy úgy oda be van zárva végül is az ember, csak hát luxus körülmények közé van bezárva. Mi is lakott lakókocsi, és az, hogy mondod, az is ganz normál. Na, az teljesen jó. Hát nem, hát most mostanában voltam egyébként, most olvastam ugye, hogy a ilyen cirkuszban, hogy ugye a cirkusz szövetség is itten most ilyen szakmai fórumot hozott létre, és stb. Stb. És akkor most voltam az egyik cirkusznál, és olyan lakókocsia van, hogy ilyen 30 méteres, szóval ilyen, mint egy nagy ház, úgy néz ki, igen. Ez tehát egy komplett mert lakás, ez az otthon. Igen. Tehát ezt csak azért mondom a kedves nézőknek, hogy amikor lakókocsit említünk, akkor ne egy ilyen 4x2 méteres lakókocsira gondoljanak. Igen, muszáj lenni valami nagyobb, mi tényleg az egész év odabent lakunk, nem? Igen, aha. És
Tehát egy lakás, tulajdonképpen egy összkomfortos lakás. Itt van a Priscilla, aki hát születése óta már szinte alig született meg, és már akrobata volt, artista volt. Te is ugye Suzi cirkuszi családból származol, dinasztiából, te is cirkuszi dinasztiából származol, a Gertner dinasztiából, szóval az elképzelhető, hogy mondjuk a Suzi 16 vagy 17 éves korában, majd 14 éves korában azt mondja, hogy ő nem tudom, ő valami teljesen más akar lenni, autóversenyző, fizikus, vagy valami, nem tudom. Hát, az majd lássa, hogy lesz, nem? Csak én csak ezt bőlem mondani, hogy nálam ez volt. Nálam nem volt csak a cirkusz élet. Én is ismered a normál élet, nem? A privát élet. Én voltam 10 éve haza Ausztria-Bécsbe, a iskola. Uh-huh. Normál lakács, nem vonunk, igen, és igen. Ez. És volt egy idő, igen, hol van, nem is érdekel a cirkusz. Aha. Annyi sok voltam, már volt barát, ez, az, nem, hogy mondtam, nem érdekel nekem a cirkusz, nekem jobb tetszik ez az élet, nem? És mentem, mikor iskola volt kész, mentem tovább, uh-huh, egy magasabb iskola. Igen, igen. Uh-huh. Hogy csináljuk valamit, nem? Azt csináltam én egy év, uh-huh, mentem utána, hogy csináljuk egy beruf, hogy mondjam, beruf? Állást, szakma. Igen. Egy állást, igen. Ott a Porsche. Igen. Nem? A Porsche-nál? Igen. Voltam, kaptam oda egy bőgléket, nem, hogy dolgoztam, nem? Aha. Első. És mentem utána egyszer vissza a család, a cirkusz, hogy nézzek, hogy ez, nem? És mondtam utána, nem. Nem, én muszáj menni vissza a cirkusz, mert ez tényleg... Tehát a szíved visszahúzott. Nekem. Aha. Vissza, nem? Mikor még voltam kicsik, normál a cirkuszgerek, az csinálják ott mellett a cirkuszó iskola, nem? Nálam nem volt itt, nem? Nekem apa és anya mondta, hogy nem, muszáj menni haza, ott a iskola csinálják. És mikor voltam még kicsik, az volt nagyon nehéz nekem. Aha. Most nincs a cirkusz, nincs az állat, semmi. Az a normál év, az nem ismered, nem? Neked az az életednek a része volt, és igen. Tehát nekem, neked az volt a normális az élet. Az nekem nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt, nem? Na, még azt mondjátok el gyorsan, hogy amikor megismertétek egymást, tehát hogy ti ilyen produkcióban láttátok egymást, a cirkuszban, vagy pedig valahogy máshogy ismertétek meg egymást, Suzi? Hát régen, amikor az apukám itt volt, akkor ők voltak nálunk az elefánttal. Aha. És úgy ismertem tehát meg. A ti cirkuszotokban voltak, igen, és megismerted, és akkor rögtön már egy pár lettetek, nem, vagy még sok idő eltelt? Sok idő, nagyon sok idő. Hát még hány éves korodban ismerted meg őt? Úgy, mint a Priscilla. Igen? És már akkor tetszett a Mike? Nem, akkor nem. Akkor nem tetszett én neki még azt mondja. És nem. Akkor utána találkoztatok? És akkor, igen, megint a cirkuszban találkoztatok? Igen? Igen, igen. Mindig a cirkuszban. És akkor ilyen love for the first sight szerelem az első látásra? Hát, már itt nem tudom. Nálam már volt pici, hogy mondod. De azért magad mondom, hogy nekem család és a feleség a család, az már sok éve ismert a másik. Igen. Hogy nekem apu és a neki apa azt már ismered, mikor voltam 14-15 éve, nem? Aha. Én is a Suzi már ismered, mikor mi voltam gyerek, nem? Aha. Játszott egyben, nem? De mikor játszott, ott volt már más. Mikor már nagyobb voltam, utána... Akkor már komolyra fordult a történet. Igen. Hát itt van egy csodálatos artista hölgy, úgyhogy egy művész hölgyel gyarapotott itt a földrész. Tervekről szeretnék hallani, hogy most ugye most ez a csodagömb, ez megy december 31-ig. December 31-ig, és én, hogyha jól olvastam, akkor lesz egy cirkuszfesztivál, a világ cirkuszfesztiválja, most itt lesz Budapesten. Január 8-án kezdődik a cirkuszfesztivál, nagyon-nagyon nagy volumenű dolog lesz, először lesznek kortárs cirkuszi bemutatók is, lesz A műsor, B műsor, tehát tényleg egy nemzetközi dolog lesz. Abban nekem még van esélyem, hogy te légtornából felkészítsél, és hogy esetleg valami produkciót... Tudom, mert túlórád is van. Talán akkor a nyitóképben a halba kideszünk, vendégvárunk. Nyitóképben a halba, ez jó, ez nagyon jó. Úgyhogy, hát nem. De igen, tehát ez egy nagyon nagy dolog lesz, ugye most 250 éves a cirkusz, és a cirkuszfesztivál lesz az első olyan dolog, ami 2018-ban a
cirkuszt, vagy a 250 éves ezt méltón fogja megünnepelni. Hát én olvastam a zsűri névsorát, ugye olyan zsűri tagok vannak, akik a világ cirkusz életének meghatározó személyiségei. Hát úgyhogy... Eugene Chaplin, vagy tehát mondhatnék még ugye a Roncalli, tehát nagyon-nagyon nagy nevek lesznek itt. És hát ezért szerettem volna légtornászként megmutatkozni, de hát akkor nem hagyom, akkor most már mindegy. Már a maradék kis időre most már nem. Nem a legjobb alkalmat. Látjátok? Na jó. Inkább hogy én már nem, hogy januárra a fesztiválra én már nem tudok légtornász lenni, tudod? Ez szomorú vagyok, hát mindegy. De hát ez is egy hatalmas esemény, ez egy világra szóló esemény. Ez tulajdonképpen egy kicsit, hogy is mondjam, versenyben van a Monte Carlo-i cirkusz. Igen, és úgy is emlegetik. Tehát az artisták maguk között is. Ez egy nagy dolog itt egy budapesti cirkuszfesztiválon részt venni. Még egyet mondjatok el nekem, ez egy nagyon furcsa dolog, hogy a végére marad, de ez egy számomra fontos technikai kérdés, hogy ugye a cirkusz épülete, tehát ott van már 100 éve, és ugye mi azt hiszük, hogy ez az a cirkusz, ami volt, de akár csak 20 évvel ezelőtt. De hát ez egy szupermodern cirkusz, tehát ez egy olyan technikai felszereltségű cirkusz, ami a világon igen. Kevés van. Hát most nagyon sok újítás lett, ugye mondhatom a LED falat, a lámpákat kicseréltek, tehát nagyon-nagyon tényleg ezerre dolgozik azon a Péter, hogy modernizálja a Fekete Péter, a főigazgató, igen, hogy tényleg egy olyan képi világot hozzon ebben az öreg épületben, ami a mai modern maximális technikával rendelkezik, amit ki lehet hozni az épületből. Na jó, hát aki a csodagömbre kíváncsi, ugye, az most még akkor évvégéig gyönyörködhet ebben. Tényleg sikerült egy olyan... Hát itt a számomra az az igazi nagy varázslat, amikor az ilyen ímmel ámmal oda menő embert, hogy jó van, elmegyek a gyerekem miatt, vagy elmegyek, mert mit tudom én, a feleségemet, vagy valakit érdekel, és akkor nézzük meg, és akkor az is ilyen csodával lesz gazdagabb. Szóval itt ez, és akkor ezt el kell ismerni, hogy ez most olyan. Köszönöm szépen. Jó? Köszönjük. Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Gondolkodtam azon, Mike, hogy megkérjem-e, hogy egyszer én odafekszem, és akkor ugye az elefánt átlép engem, csak azt hiszem, hogy a Szuzihoz képest itt egy kicsit több van, és akkor, de át tudna engem is lépni az elefánt? Hát meg kell próbálni. Hát azt hiszem, hogy vannak néhányan, akik meg kell hozni sok-sok alma. Igen. Vannak néhányan, akik nagyon örülnének, hogyha megpróbálnám, úgyhogy majd még ezt megbeszéljük, jó? Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Te, mint zeneszerző, folytatod a karrieredet? Tehát a Ludas Matyi után most készülsz valami új műre? Én bízom benne, hogy csinálunk még ilyet, mert nagyon-nagyon pozitívak voltak a visszajelzések, mert nagyon tetszett. De megy tovább a Ludas Matyi, Ludas Matyi jön vissza. Igen, a fesztivál nagyon után még látható lesz. Jövőre is látható lesz még, úgyhogy reméljük, hogy még sokat játszunk Ludas Matyit. De a Ludas Matyiban is van elefánt, ugye? Van egy nem igazi elefánt, meg van egy igazi elefánt, igen, ugye? Igen, annyira büszke voltam, elefántja volt. Annyira büszke voltam, hogy felismertem, hogy az nem igazi elefánt. Komolyan. Igen, nem ismerik fel az elején, annyira gyönyörűen meg van csinálva. Igen, fantasztikus, igen, és hogy olyan fegyelmezettek, és a többi. Nekem is volt ez a premiére, hogy menjünket ilyen nem igazok elefántbe, hogy évezeti egyébként a műelefántod is a darabban. Ja, igen, és csak gondoltam, jaj, csak hogy nem valaki a család, hogy nézek ezt. Nehogy lássák. De nagyon jól néz ki a műelefánt. Tehát akkor maradhatunk abban, hogy ez a fajta cirkuszi előadás, mint amilyen például a Ludas Matyi, az az egyik jövője a cirkusznak, és a csodagömb az pedig a csúcsa a mai cirkusznak, a mai legszuperebb cirkusznak, ugye? Maradhatunk ebben tűnve? Mind a kettő más, tehát hogy én inkább abban maradnék, hogy ezzel a csodagömbbel igyekeztünk egy olyan klasszikus cirkuszi vonalat visszahozni, amit az emberek hiányoltak mostanában a cirkuszból, és most azt hiszem, hogy egy csomagban megkapták, és a Ludas Matyi az pedig egy varázslatos színházi műfaj, de mind a kettő egyvelege adja ezt az új műfajt. Tehát az egy kicsit színház a cirkuszban, egy cirkusz a színházban, tehát az nem tisztán az a klasszikus cirkuszi nem, előadás, az egy színdarab a cirkuszban. Az nem a cirkusz jövője, hanem egy színfoltja. Tehát így van. Egy értékes színe, amit nagyon lehet szeretni, élni,
de az nem váltja ki azt a cirkuszt, ami a cirkusz. Ami a cirkusz. Nem szoktam ilyen privát beszélgetéseket folytatni, de néha felhívhatlak, hogy mondd meg nekem a tutit, mert komolyan most ezek után nem fogok tudni nélkül megítélni dolgokat. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Először is a legkisebb tündérnek, Priscillának köszönöm szépen, danke schön. Aztán a mama tündérnek köszönöm szépen, Szűzinak. Aztán a tünde tündérnek köszönöm, hogy itt voltál. És aztán köszönöm Mike-nak. És utoljára és utolsó sorban köszönöm meg Lacinak, hogy itt voltatok. Köszönjük. Tehát Szakán László, Vince Tünde, Mike Gertner, Szűzi Gertner és Priscilla Gertner volt itt a vendégünk, és hát nagyon-nagyon remélem, hogy egy kicsit beláthattunk a cirkusz kulisszái mögé a kedves nézőkkel, úgyhogy szeressük a cirkuszt, ezzel búcsúzom, és köszönöm szépen a figyelmüket. Viszontlátásra!